Én falun nőttem fel, földműves család, gyerekes hármasa vagyok. Az egész környékünk gazdálkodó volt. A magyarok reformátusok voltak, a románok romai, görög-keletiek, de mind mezőgazdasággal foglalkoztak, és ott együtt csináltunk mindent. A falu életének minden részében részt vettem. Most azért mondom, hogy nem volt egyszerű dolog, mert nem úgy kerültem én el hazudra, de most, ha én táncos vagyok, vagy én most festő leszek, erről nem volt szó abban az időben, csak az, hogy földművesnél dolgozni kell, mindent kell tudni, és azt csináltam a maga módján. Most, hogy mégis aztán ezek a dolgok idővel, most visszaperget a dolgot, mégis, hogy mi minden ragadt rám, hogy ragadt rám, kitől tanultam, hát ez az, amit nem lehet megmondani, mert én tulajdonképpen senkitől nem tanultam, de mindenkitől tanultam. Senki nem tanított, hogy most ezt csináltak, vagy azt csináltok, ellestük egymást, hogy ki mit csinál, ki hogy csinál. Nálunk a családban mindenki tudott énekelni, tudott táncolni, de a szomszéd is tudott, és mindenki tudott, úgyhogy nem voltak úgy meghatározott. Most későbbi időkben, amikor már a táncra visszatérek egy kicsit, mert ugye erről volna a szó tulajdonképpen a táncról, akkor voltak abban az időben jó táncos legények, akikre ugye mindig odafigyeltünk az, hogy csinálja, és akkor mi is próbáltunk az szerint, hogy hát legalább úgy, mint ő, aztán persze, hol sikerült, hol nem sikerült. Na most lakodalmak, meg egyes ilyen táncos alkalmaknál látható volt, hogy a jó táncosok időnként beálltak a táncos, akkor csodálkoztunk rajtuk, de hát nem mutattak ezt figurát se, hogy hogy kell csinálni, csak láttuk, aztán csináltuk mink is. Na most én otthon abban az időben jó táncos voltam, de én voltam a legjobb táncos. Én csak tudtam táncolni, én viszont ilyen figurát tudtam. Nem mindenki tudott ilyen figurát, én minden figurát megtoltam, és mindent nem tanultam, rám ragadt, hogy így mondjam. Na és ezek aztán akkor voltak izgalmasak, amikor hát már legényebb korban voltunk, amikor a lányokhoz kellett járni, és jártunk, és aztán még elmentünk a szomszéd faluba is, hogy a lányokhoz, és hát ott se volt utolsó dolog, hogy valaki tud táncolni, vagy nem tud táncolni, mert ha valaki jól táncolt, akkor a lányok azok szívesebben beszéltek is, mintha egy olyan ott ülő figura lett volna csak, mondjuk gazdag fiú, de nem tud se táncolni, se énekelni, hát a lányok attól kicsit úgy berzenkedtek, nem igen foglalkoztak velük szívesen. Yeah.
Díszítésére, azok a kontrász és a bőgő, azok adják a ritmust, te csak díszítsz. Játszol, neked csak játszani kell, azok dolgoznak. Amíg otthon voltam, tulajdonképpen ezt éltem a falusi életet. Noha az utolsó két évben már volt egy lehetőség, amikor a szomszéd faluba egy kántor tanító, Székely Mihály, aki festő is volt, hát tanult festeni. Véletlenül megláttam őt egy téli időben az ablakon keresztül, hogy valaki fest bent. És akkor oda tapadtam az kerítésre és néztem, hogy mi ez meg. Hát nem láttam addig még élővel festőt, 20 éves koromig, festéget se igen. És hát mindjárt azt mondja, intettől menjek be, mikor megláttam, hogy ott vagyok kint, és mondja, hát miért nézek? Hát mondom, mert nagyon szeretem a képeket látni, és látom, hogy fest, mondom, és hát én festek, mondom, nem festek, de szerettem volna festeni, csak hát nem volt mód rá. Szóval ő megtanít engem, mondom, nem van egyszerű dolog. Hát én mondom, otthon vagyok a nagybátyámnak, örökben vagyok, és én vagyok otthon a kicsi és a nagy is, van jó számunk, ez az, hát nem engednek el engem, hogy tanuljak. Azt mondja, majd átjövök a nagybátyádhoz, és akkor majd megbeszéljük. Át is jött, hát persze a nagybátyám karakán ember volt, és hát az én unokámban van ilyen tehetség, hát miért ne? Nagyon szíves engedem. Csak végezett el otthon a munkát el, vasárnap délután, mikor többiek mennek a táncba, addig átmehet Újfaluba, és hát tanuljon. Ez a dolog. És hát ez aztán persze nagyon meg botránkozott a falusi lakosokat, a fiatalokat főként, aztán, hogy mikor többiek mentek a táncba, ugye, muzsikás, mindenféle, és a honolt egy kis ládával, és a rajztáblával mentem a Tompa házára, Újfaluba, rajzolni talán, és utána nézd, Zsiga megbolondult. Szóval nem jött a táncba, hát, hogy a nagy táncos most elmi festeni. Hát itt történt ez 40 karácsonyán. Persze nagyon lelkesen jártam oda vasárnaponként, és hát csináltam is dolgokat, úgyhogy szóval nagyon meg voltak elégedve velem. Igen ám, de 42 őszén Észak-Erdélyt Magyarország visszakapta. Én meg ott maradtam Dél-Erdélybe, és a tanítóm, aki ott a Székely miatt, is átjött Észak-Erdélybe. Ott maradtam egyedül, most mi lesz velem? Hát akkor hazamentünk, és mondtam, hogy mi a helyzet. Azt mondtam, hát akkor nincs más megoldás, akkoriban szöktek át tömegesen a dél-erdélyi magyarok Észak-Erdélybe. Én is át kell szökjek valahogy, a betegen is, de valahogy át kell jussak a határon Kolozsvárra. Akkor már az volt bennem, hogy hát Nagybányára kéne menjek tanulni, festeni, mert ugye most a festő
akarok lenni, akkor valahol tanulni is kéne, és nagybánya volt akkor előttem, mint egy ilyen húzó dolog, hogy hát nagybányára kerülök. Igen, ám átkerültem, nagy nehezen átszöktem Tordától gyalog Kolozsvárig, betegen, úgy hozott át egy ottani ismerős. A lényeg is az, hogy megérkeztem, magyar, átkerültem a magyar pikéthez, hogy hívták ottan, ugye, határőrséghez, és ott a mindjárt, jó van, maradjunk csak itt, reggelre is itt annyian lesznek majd. Tényleg reggelre vagy 20-an különböző helyekre összettek, és akkor együtt mentő a Kolozsvárra. Hát egy csodálatos érzés volt, magyar lázat látni, magyar földön, sírt, meg örömből, meg mindent csináltam. A üreges csárdásban ezeket tudom, hogy... Nem lényeg. Oké, okay, de vagy nem, csak próbálja Zsiga bácsi. Tehát úgy, hogy... Aztán ugye akkor a háború szétszúrt mindenkit, és visszajöttem ugye 50-be a főiskolára, ez 44-ben volt. Ez a főiskola, ez már Budapest? Igen. Tehát itt már Kolozsvárt, akkor elhagytad. Persze, Budapest a főiskola. És akkor 50-be elkezdtem újból másodéven a főiskolát, és ősszel volt a gólyabálosoknak egy ilyen bemutatója, és ott mindenki mindent csinált, ugye a tanárokat kifiguráztuk, meg mindenki élőképet csináltunk. Domnovszkinak ott akkor egy ilyen, tudom, ilyen nagy képe is, abba beálltunk mindenféle figurával. És közben én táncoltam, amikor rám került a sor, és Rabinovszki Máriusz volt akkor a művészet történész. És másnap reggel ez a nagyon kimért ember, nem igen szólt senkihez se. Másnap reggel találkozok vele a főiskola folyosás, oda köztem, hogy szabadság karcsajáratárt. Na jó, a szabadság, nehezen jut ki a számon, akkor egy basalata is nehezen. Azt mondja, nekem van egy feleségem. Mondta, nekem is, de az én feleségem táncol. Na, az enyém is. Azt mondja, ő látott engem tegnap, és elmondta a feleségének, hogy látott egy jó táncost, és a feleség azt mondja, hogy meg akar engem ismerni. Mondom, semmi akadály nincs annak. Na és akkor így kerültem 51-be a színművészeti főiskolára néptáncot tanítani. Egyből felkértek, hogy tanítsam a pontot, persze. És akkor terjedt el a hír, hogy van itt egy jó táncos. Rögtek az államnépítésekben, a többiek ott sorba, úgy feküdtek ott a Vas utcai református templom emeletén volt ott egy nagy terem, és ott volt a táncos, és a Szent Pál Olga ott mondja, hogy nézzék meg az az embert, hát akkor 58 kilós, 60 kilósra lehettem. Azért úgy táncol, hogy néha szakad alattam, néha meg
utána szól, hogy már elrepül azt mondja. Ezt a dinamikát, hogy hogy csinálja ez? Akkor hallottam ezeket a szavakat először. És akkor mindenki jött, és sokszor kötte az állami, Rábai Miklós, hogy készültek ki a berlini vitre, hogy megtanítanám én nekik ezt a pontot, ha meg tudjátok tanulni, miért ne. És ott két hétig nyomták a dolgot, és táncolták, táncolták, és elmentek a vitre, és második helyezést nyertek el rá. Nem buzak között van egy kesken gyalog út, az én babám az este megharagult, s azt is tudom, miért haragult meg reján, mert az este szebbet látok magamnál. Azt is tudom, miért haragult meg reján, mert az este szebbet látok magamnál. S életemben amennyit csak kerestem, s mint erre a kis kocsosra költöttem, vettem néki alsó-felső csipkés rokóját, jaj, de sokszor felhajtottam az alját. Vettem néki alsó-felső csipkés rokóját, jaj, de sokszor felhajtottam az alját. Később aztán a dolgok alakultak, mert aztán én is váltottam, csak megjegyzem, hogy a főiskola után ugye a diplomunkámat nem fogadták el, mert az egy táncos kép volt, a csürbe táncoló legények, aminek érdekes volt az első része, amikor a diplomunka terveket be kellett adni a főiskolán, akkor Szőnyi, Bernát Aurél, Pácai, meg ezek voltak akkor a tanárok és a bizottságban. A többieket, akik úgy adták be a munkáikat, mindig tettek valami megjegyzést, hogy hát ne ezt egy kicsit másképpen. Mikor én beadtam két vázlatomat, egy táncoskot a csűrbe, meg a Rákos patak partján pákászoknak nevezte Bernát Aurél, egy két kis vázlatot. Azt mondják, na végre egy ember, aki kilép a főiskola megszokott témakörében, hogy akkor mind a pártról, meg a földosztás, meg ilyen dolgok voltak, és hát, hogy ilyen más, na, örültek, amelyiket akarom, azt csináljam meg, kész. Jöttem ki örömmel, na végre, azt hittem, hogy kirúgnak, mert ugye a kulák volt az aposom, és mondom, ez biztos akkor most ez, ne, rátviszlapáttal. Meg is csináltam a munkámat, abban az időben érdekes volt, hogy abban az eszendőben nagyon soknak nem fogadták a diplomamunkáját, az enyémet se. És megkérdeztem Biró Károlyt, az Rákosi Mátyásnak az öccse volt, ő volt ott a igazgató helyettes, és mondtam, hogy hát miért nem fogadták el a képemet? Azt mondja, Karcsai eltelt, azt mondja, ma már minden faluban van kultúrház, a maga legényei mi csűrbe táncolnak. Na hát, nem fogadták, nem is érdekelt a dolog, de kaptunk egy év halasztást, jövő évre egy új munkával kell szerepelni. Én aztán nem érdekel engem az egész. Beküldtem a következő évben két tájképet, azt elfogadták. De nem mentem el a diplomámé, csak 65-ben, 55 utántól. 10 évig nem mentem érte, akkor csak azért mentem, mert akkor kerültem a Népművészeti Intézethez, és hát oda kellett volna egy bizonyítás, hogy hát tulajdonképpen mi a végzettségem. És akkor mentem be a főiskolára, és kiadták. De azóta se mutattam meg senkinek, nem is kellett, nem is kérdezni. Oh,
Ez a kép, családi kép anyai ágról. Körülbelül 14-be készült, a bátyámra gondolok, mert ő 12-ben született, és hát gondolom, hogy 2-3 éves lehet. Itt van édesapám, édesanyám és a Pali bátyám. Nagyapám, aki 1860-ban született, hát ő van itt középen, és a 3 gyerekével. És miért kellett megtanulni táncolni? Hát ez elsődleges dolog. Aki nem tudott táncolni, az nem tudott lányhoz jutni. Elsősorban úgy érte, hogy ha elment valahol más vidékre a lányokhoz, vasárnaponként, hát akkor az a fiú, aki nem tudott táncolni, az ült a padon, és az este nem biztos, hogy kapott lányt, akivel beszéljen, amiért odament. Tehát ezért kénytelen volt ki, hogy akármilyen keveset is táncolt. Persze, ha nem tudott jól táncolni, akkor nem kapta meg azt a lányt, akit szeretett volna. Azt hiszem, ez mindenhol így van, hogy abban a korban nem a vagyon számít, legalábbis a fiatalok részéről, hanem a rátermettség, szép legyen, ügyes legyen, táncolni tudjon, énekelni tudjon, ezek az elsődleges dolgok. Na most, ha valaki ezzel rendelkezett, ilyen képességekkel, hát könnyebben juthatott, mondjuk még gazdagabb, szép lányhoz is, mert nem mindig voltak a gazdagabbak a legszebbek, ugye? És ebből adott azt a másik dolog, hogy a szegény lányok azok voltak nagyon szépek, amelyeket gazdag fiúk kerestek meg, és hát vettek el, ha hagyták. Most volt ilyen dolog, hogy hát nem minden esetben történt meg a házasság a normális körülmények között, hanem megszöktették a lányt. Amikor a szülők valamelyik részéről nem engedték, hogy összeházasodjanak, akkor megszökött a fiú a lánya, és hát egy hét aztán, hát nem volt mit csinálni, hogy akkor csak összeházasodtak, és hát kibékültek, ki kell béküljenek. Hej, búra, búra, bubánatra születtem, s nem is édes anya nevelt fel engem, s nem is édes, hanem egész mostóha, s mindig azt szerettem, akit nem kellett volna.
hely, keserű víz, nem hittem, hogy édes légy. S büszke babám, nem hittem, hogy csalfali. Csalfasággal csaltad meg a szívemet, s hely, a jó Isten, borítsa rád az eget. S csalfasággal csaltad meg a szívemet, s hely, a jó Isten, borítsa rád az eget. Most a pontozóról mesélj, annak mi volt a szerepe a táncban? Hát a pontozó az egy az különleges dolog, ott minden fiú azért iparkodott, hogy tudjon pontozni. Hát a pontozó nem csak azért volt, hogy a lányoknál, hanem hát én mutattam meg azért a figurákat, hogy mit tudok és hogyan tudom. Tehát vetélkedés volt a fiúk között, hogy ki tud szebben, ki tud jobban, mindenki azt próbálta ellesni a tánc közben, hogy ki hogy csinál figurákat, és a legjobban tetsző figurát eltanulta, és hát próbálta legalább úgy vagy jobban megcsinálni. Na most hát ez végeredényben addig tartott a legényeknél abban az időben, amíg még nem nősültek. De utána már házasok csak alkalmanként táncoltak, amikor karácsony vagy lakodalom volt, ünnepek alkalmával. Ja. A legények, illetve a házasok nem táncolhattak a táncok alkalmával, csak ha a legények megengedték, hogy ha vonott egy-két házas akar éppen táncolni, na, jóan táncolhatsz, azoknak nem kellett fizetnie. Csak a legények fizették meg a lányokat táncot, és hát ezért nem úgy volt, mint itt általában, hogy minden alkalommal fizetnek, hanem megszegődték nyárra a muzsikást, Szent Győrtől Szent Mihály napjáig. Akkor lehetett kint táncolni, udvaron csűrbe, tehát nem kellett házba táncolni. És a muzsikás meg volt szegődve egy erre az időszakra, minden vasárnap ott kellett legyen, délután 2 órától este naplementéig. Tehát a naplemente volt a vége, nem hogy hány óra. És az egészben az, hogy mivel nem ott a faluban muzsikás, mindig más faluból hoztuk, vagy szegődtük a muzsikást, és az mindig szokás szerint megérkezett, ha esett, ha nem. Mi, mint gyerekek, tudom, a falu végén vártuk, hogy jönnek a muzsikások, és akkor úgy jöttek be a muzsikások a faluba, hogy a falu végén kellett muzsikálni, és akkor mi ott körülöttük, settingettünk, és néztük, hogy hogy csinálják. És mikor megérkeztünk a csűrbe, akkor a muzsikás, a primás, hogy végig kísértő, hogy na, akartak pontozni? És akkor még mi gyerekek pontoztunk nekik, hoztak nekünk pontozott. Emlékszem, a Guszti volt akkor a egyik primás, és akkor táncolt, azt mondja, na, ez a fiú, ez jó, táncos lesz. Köszönöm szépen! 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 Köszönöm szép
hogy volt a románokkal a helyzet? Hát nagyon érdekes volt mi falunkban, elsősorban a mi falunk kicsi volt, 600 lelkes volt összesen, és 300 volt a magyar, meg 300 román körülbelül. Hát nem tudtunk külön-külön muzsikást szegődni, hanem vasárnaponként mind a kettőnknek egy muzsikás muzsikált. Egyszer húzott a magyaroknak egy pontozott, egy csárdást, az körülbelül olyan 3-4 órás volt. Utána mi magyarok kimentünk a csűrből, az udvaron ott leültünk valahova, és akkor elkezdett a románnak muzsikálni Haydót, Hecegánát és Unvertitát. A sorrend is így be Haydó, Unvertit és Hecegánát. Na most, ahogy ezt befejezték, akkor uzsonnázás volt, és az uzsonnát is úgy vitték a lányok, egyik vasárnap a magyarok, egyik vasárnap a románok adták a muzsikásoknak az ennivalót, és az állt egy szalonnából, hagymából, paprikából, egy csomó volt, vagy túrót vittek, és a legények, ha ketten voltak, akkor fél liter bort, ha hárman voltak, akkor egy liter bort vittek a muzsikásoknak. Ezt már tudta mindenki, hogy mikor kerül rá a sor. Hát a baj az inkább a legények között volt, hogyha valaki valamiért megsértette másikat, akkor lányok miatt főként. Hát akkor egy kicsit összebelekedtünk, de hát nem törtünk be a fejét egyszer se egyiknek se. Én szerencsés voltam ebben az egész dologban, én nem nagyon voltam belekedős típus. Egyszer akartak ott helyben megverni, de azért, méghozzá majdnem magyarok vertek meg, összevelekedtek volna magyarok orbánokkal, és én közéjük álltam, és már a bicskába úgy egymást szúrták volna sokkal, én bérnek közéjük álltam, és hát úgy szétválasztottam őket. És a románok el is csendesedtek. Most ezért a magyarok meg akartak venni, hogy miért vagyok én a románokkal jó barátságban, nekem még fognak szót. Na miért? Hát semmi baj nem volt velük. Dűjön le a botfalvi vár, hely de dűjön le a botfalvi vár, hújjon le róla a rézzár, hújjon le róla a rézzár, hogy a sok magyar legénye, de hogy a sok magyar legénye, szabaduljanak szegénye, szabaduljanak szegénye. Csirencsattan a vasajtó, de csirencsattan a vasajtó. Talán gyűna a tömlőt tartó, talán gyűna a tömlőt tartó. Vizitálják a vasamat, de vizitálják a vasamat, s mégsem szánják rabságomat. Mégsem szánják rabságomat. Lovam eszik zabosszénát, de lovam eszik zabosszénát. S én a vármegye komisszát, s én a vármegye komisszát. Lovam le van dregedálva, de lovam le van dregedálva, s én az egyesbe bezárva, s én az egyesbe bezárva. Dűjön le a botfalvi vár, de dűjön le a botfalvi vár. Hújjon le róla a rézzát, hújjon le róla a rézzát.
amikor már idősebb korodban visszamentél, hogy ismertek rá a táncodon keresztül, hogy te Lőrinc Révi vagy? Hát, volt egy nagyon érdekes dolog. Csombordó voltunk, éppen egyik unokatestvéremnek a fia nősült, és egy lakodalomban voltunk, és hát éppen a lapádi Sipós Marciék muzsikáltak. Hát a kultúrházban voltunk, ott a Kaminnak nevezik, voltunk vagy 400-an. Na mi a rokonság, színpadon voltunk ugye a zenészekkel, asztal mellett, és hát ott ettünk, ittünk, muzsikáltak, éjfél után csak hallom, hogy románok is muzsikálnak. Kérdem a szomszédomat, tehát most miért muzsikálnak román? Szóval itt fele legalább román, akik itt vannak. És mindig úgy volt, hogyha elmennek a románokhoz lakodalomba, ha akár mennyi a magyar, ha kevés is, akkor minden második pár magyar. De meg voltak egyesem, nagyon szép volt. Ne? Na, és akkor pontosnót is húztak éjfél után, és akkor beálltunk oda szokás szerint félkörbe, ott voltak Csombordokon kívül Vajasdiak is, Lapádiak is, Miliszlőjak is, és hát én is beálltam közük. Hát mindenki csinálta magáét, amikor rám kell a sor, nézd, a Zsigó úgy táncol, mint a Lőrinc Réviek. Na akkor mondom, ettől nagyon dicsőséget nem kaptam még. Miután megtudták, hogy így tudok táncolni, a főiskolán hazamenet a Lefles kertből szól a portásbácsi, hogy Karcsai eltársa, azt mondja, két fiatal ember keresi itt magát. Kik azok? Ott ülnek a lépcsőn. Hát ki az? Akkor mondják, hogy hát Vujicic Tihail meg Gulyás László, ők az Állam népétes zeneszerzői. Hát, tudok-e dolgokat is? Hát hogy tudnék? Azt mondja, elénekelnék neki, mondom, el. Na, megállapodtunk időbe, elmentem hozzájuk, akkor már az együttes székházánk az alsó részén voltak, és hát ott együltem be, elénekeltem, hogy 40 lalt, meg fütyöltem a legjobbából, és akkor azt mondja Laci, látod, Tihamér, nem kell elmenni a faluba járni, el kell menni csak a főiskolákra, mert ide jöttek fel most a fiatalok. Így. És azt mondja akkor nekem Erika Gulyás, hogy na majd egyszer iszunk elé pohárból, ez a fizetség, hogy majd pohárból. Aztán meghalt közben Tihamér, Gulyás, Laci, akkor jöttünk össze, amikor csináltuk azt a dupla lemezt, és akkor mondtam, Laci, tehát oda tartoz egy pohárborral nekem, és akkor elmentünk és megittuk 30 év után. Na most ez a dal elterjedt, hogy hát tudok dolgokat, és akkor csinálta a Tudományos Akadémia a Magyar Népzenetárát, harmadik kötetet, a lakodalmas részt, és arra a Kis Lajost bízták meg, hogy szedje ezt az anyagot. Ide kijártak hozzám nagyon sokat, meg én jártam be az akadémiára,
napszámba énekelni. 71 forint 20 fillért kaptam egy napra éneklésért, és hát összesen összeszedtek vagy 800 dalt, amit a falumból hoztam magammal. Amikor én nem tanultam, nem gyűjtöttem, csak úgy, ami így ragadt rám. Na, a lényeg az, hogy ezt is aztán kiadták könyvbe, mind a pontozott is, hogy két ilyen monográfikus dolog jelent meg. Pontozott ki írta meg? Pontozott dr. Martin György írta, Tinkának hívtuk, neveztem korábban, de ez a teljes név dr. Martin György. Aztán nagyon elterjedt lett, jöttek a táncház időszakok, és mindjárt akkor bekapcsoltam a táncház mozgalomba, eljártam a különböző helyekre, FMH-ba. Sokat álltam, az országban is meghívtak, tanítottam a szegedieket, debrecenieket, a jászberényieket, meg sokakat. Meg hát volt alkalom aztán külföldekre is járni, aztán jöttek sorba Zákopáné, meg Bulgária, meg Csehszlovákia, és aztán később kimentünk, amikor a Amerika 200-es függetlenség évfordulója Amerikába. Akkor tudtunk 24 napig. Végigjártuk Washington, Clevelandet, Pittsburghot, Philadelphiát, Miamit, New Yorkot. De aztán percre volt, amikor Sebő Ferivel jártunk végig a Skandináviát, Norvégiát, Svédországot. De Svédországban kivel voltunk kint? Emlékszel rá? Hát hogyne. Székely Zsigával, meg Kovács Tivadarral, de Norvégiában na Márta is, a Csevesi Márta is. Thank you.
hete otthon lőrincfelé voltunk, és lőrincfelé bált csináltunk, Péterek lőrincfelé, és vannak szép fiatal fiúk, öltözékbe táncoltak, pontozott, úgyhogy meg is látjátok, de fel is, az is fel van, hogy itt a filmeken. Szóval visszahat, már ott is majdnem kihalt, de a tudott dolgok után, vagy hallott és látott dolgok alapján, ők is próbálkoznak újból, és mondtam nekik, hogy egy év múlva, ha visszajönk, akkor legalább 5-6-an legyenek, akik úgy tudnak pontozni, táncolni, csárdásozni is, és akkor majd őket is elhozzuk, hogy ne csak én jöjjek Lőrinc lévéről, vagy Lőrinc táncot táncok, hanem ők is, akik ott élnek.